Az Andói hídnál a Kapuárváros önkormányzata és az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének vezetői helyezték el koszorúikat. Hollós József elmondta, 1956. december végén 12,5 évesen édesapjával hagyta el Magyarországot. Hanság főcsatornán átkelve, vállalva a veszélyeket, talált új hazát a szomszédos Ausztriában. A nevem Hollós József, jelenleg én vagyok a Központi Szövetségnek az elnöke, tehát az Ausztriai Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének az elnöke. Egy kicsit arról, hogy egy emlékezetes időszak ez a 62 évvel ezelőtt 1956-os forradalmi szabadságharc a családja szempontjából. Hát egy rövid történelmi visszaemlékezés. Hát számomra különösképpen a mai nap, mert 1956. október 23-a az is egy keddi nap volt, és ma is kedd van. Úgyhogy már csak kezdése ez a pont, ahol itt állunk. Egy pár kilométerrel innen jöttem át édesapámmal a határon. Sarodról indultunk késő este és az éjszaka folyamán. Itten elindultunk, megálltunk, átmentünk kis csatornákon, nagyobb csatornákon, és egyszer láttuk, hogy most osztrák területen vagyunk a feliratok alapján, és vezettek is minket egy kis csoportban, és aki vezetett, azt mondta, hogy menjünk csak tovább, és az a fény, amit látunk, az ott már Apetlon, és az már egy osztrák falu. Nem volt veszélytelen ez az átkelés itt a Hanság főcsatornán. Miért is? Tehát azért nézőknek mondjuk, hogy mi volt akkor? Katonák is voltak már éles lőszerrel látva, tehát egy kicsit veszélyes volt ott a körülmény. Igen, mi nagyon későn, mi december végén indultunk csak el, és január 12-e éjszaka voltunk itt, és 13-a, január 13-án értünk át, akkor a határnak már egy nagy része le volt zárva. Ezt tudtuk, nagyon kellett vigyázni. De sikeres volt végeredményben aztán. Az volt a mázlink, hogy itt a hídnál többen át akartak menni többen, és azokat elkapták, és így ilyen rakéták mentek fel. Szóval a katonák itt voltak, úgy látszik, csoportosítva, akkor vagy ide jöttek. Azon a részen, ahol mi átmentünk, mi simán megúsztunk, hogy reggelre átkértünk aztán Apetlonba. Én úgy tudom, akkor 12 éves volt? 12 és fél éves voltam, én áprilisi születésű vagyok, úgyhogy hogy kifutja nagyjából a 12 és fél év. Mennyire fél ilyenkor egy kis kamasz? Hiszen azért itt elég veszélyes körülmények vannak. Gondolom az édesapja azért elmondta, hogy mire számíthatnak, vagy ez gyorsan történt, hiszen menni kellett? Menni kellett, ilyenkor az ember teljesen megbízik a szüleibe. Én édesapámmal jöttem, mert anyámmal nem élt. Teljesen megbíztam benne, tehát az ember biztonságban érzi magát, és azt csinálja igazán, amit a szülei mondanak neki. És ez volt velem is, de a félelem az bennünk volt, mert mondta, hogy fennáll a veszélye azzal, hogy elkapnak minket, és visszavisznek Budapestre. Szóval ez a veszély fennállt, ez állandóan bennünk volt. És hozzájött természetesen az, hogy fáztunk, és nagyon hideg volt az éjszaka, és nem voltunk igazából jól felszerelve. Tehát ez is még közben játszott, hogy a hidegség, a félelem, minden, és az, hogy menni kell, és gyorsan kell menni. Mi történt utána? Utána Apetlonba bevittek minket, ott az általános iskola be volt rendezve, ilyen első befogadó tábornak, ahol adtak teát, adtak valami ennivalót, ott voltunk több órán keresztül, és utána átvinteket minket Kismartonba, ott a kaszárnya be volt rendezve menekülttábornak, és ott töltöttük aztán a további napokat a kismartoni menekülttáborban, a kaszárnyában, ilyen emeletes ágyakban, és bográccsal a kezünkben, ami már reggeli ment az ebéd és a vacsora is. Úgyhogy
egy gyerek számára egy, mondjuk, hogy egy kicsit kalandos is volt, tehát a drámai momentumot akkor még nem értette meg az ember igazából. Mikor értette meg? Mikor jött rá, hogy ott életveszélyben voltak? Igazából később aztán, mikor a táborban, Bécsbe is táborba kerültünk, és aztán egy menekült gyerekeknek volt egy internátusa Alsó-Asztriában, ahol 57 őszétől voltam, de a nyáron már voltam így a menekült gyerekekkel táborba, és akkor kezdték elmesélni a nevelők és a gyerekek is. Egész egyszerűen megnyugodott az ember, és akkor felemlítette, hogy mi ment keresztül, mit élt át, és akkor kezdett ez elindulni, ez a felmérés. És az évek során aztán, ahogy felnő az ember, és elkezdte a könyveket olvasni, elkezdte a képeket nézni. Én később aztán be is mentem a központi könyvtárba, kikerestem az újságokat, megnéztem az újságcikkeket, tehát kezdtem törődni kvázi a múlttal, hogy min is estem át, és így dolgoztam fel aztán az 56-ot. És miért fontos önöknek, hogy eljöjjenek az 56-os megemlékezésre Kapuvárra, illetve itt az Andói hídnál, ahol van egy mementó, megemlékezzen, illetve koszorút helyezzenek el? A mi számunkra nagyon fontos, mert az, ami akkor történt, az egy nagyon komoly dolog, azon megremegtette nem csak Magyarországot, nem csak a magyart, hanem az egész világot megremegtette, ami akkor történt. És erre, akik ezt átérték, ezek mindenképpen visszaemlékeznek erre az időre. Ha az ember a fiatalságot veszi, ugye az már nekik nem mond ilyen sokat, de éppen azért ezt a megremegtetést, ezt, ami történt, hogy először sikerült egy oszlopból kitörni egy kis követ, ami aztán 89-ben összeomlott, ugye ez 56-ban indult be valamilyen módon. Erre a fiatalokat is emlékeztetni kell, főleg azért is, hogy lássák azt, hogyha valahogy balba vagyunk, akkor nem kell feladni, hanem megvan az esély arra, hogy az ember mégiscsak feláll, felkel és megmondja, hogy nem ért egyel azzal, ami felette történik, bele tud szólni, ha másképp nem, hogy az annak idején történt, akkor fegyverrel vagy erőszakkal vagy kimegy tüntetni, tehát magára vállalja azt, hogy nem lehet elfogadni és elviselni, ha az embereket elnyomják. Köszönöm.